drónnal ellenőriztek, rengeteg szabálytalanul közlekedőt szűrt ki a rendőrség kedden a Nyíregyházán tartott akció során. Pedagógus konferencia Sonkádon, a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóján aktuális változásokról, elképzelésekről egyeztettek. Már épül a görög-katolikus bölcsőde, belső udvar is lesz a templom melletti orvosi intézményben. Összesen 87 alkalommal intézkedtek a rendőrök a kedden délelőttől délutánig tartó drónos ellenőrzés során Nyíregyházán. A hatóság a Debreceni út és a Tünde utca kereszteződésénél szűrte ki madártávlatból a szabálytalanul közlekedőket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az akció során főként a biztonsági öv használatának elmulasztása, a stop tábla és a piros jelzés figyelmen kívül hagyása, valamint sebesség túllépés miatt bírságolt a rendőrség a város egyik legbaleset veszélyesebb pontján. Opel. Egy Opel, fekete színű, egy Opel, stop tábla. Halad felétek a külső sávba. Azonnal adják át az információt a Tábor utcáról a Debreceni útra. A stop táblát hagyta figyelmen kívül a vétkes, akit rögtön meg is állítottak az elfogó rendőrök. Aki nem tartott be minden szabályt a Debreceni út és a Tünde utca kereszteződésében kedden napközben, szinte biztosan ráfázott és ráfizetett. Drónra szerelt, több kilométerre is tűpontosan látó kamerával figyelték a közlekedőket itt a rendőrök. A szabálytalanul hajtó sofőröket azonnal kiemelték és büntették. Igyekszünk a fő baleseti okokra koncentrálni, és azokat a szabályszegéseket, szabályszértéseket feltérképezni, kiszűrni, és később szankcionálni, amelyekkel problémák voltak az elmúlt évben. Gondolok itt elsősorban a tilos jelzésen figyelmen kívül hagyására, az elsőbségi előzési szabályok meg nem tartására, adott esetben a kanyarodási szabályok be nem tartására, de még a követési távolság be nem tartására is tudunk fókuszálni ezzel az előzéssel. Forgatásunk ideje alatt piros lámpán való áthaladókat és körülbelül 80 km/h hajtó autóst is szűrtek ki a rendőrök. A hatékony ellenőrzési módszert azért is alkalmazta újra hatóság, mert az elmúlt hetekben a szokottnál is gyakoribbak voltak a balesetek Nyíregyházán. Ezek közül több esetben sérültek meg súlyosan, egy alkalommal pedig tragikusan végződött egy gyalogos gázolás. A fő baleseti okot, hogyha megnézzük, akkor minden esetben azt tudom mondani, hogy a legfőbb baleseti ok a sebesség nem megfelelő megválasztásából adódik, emellett, ahogy mondtam, az elsőbségi, a kanyarodási, a követési távolságban nem tartása miatt, valamint a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása miatt is sok baleset történik. És ha Nyíregyháza városát nézem, akkor január hónapban sajnos egy kedvezőtlen időszak volt, amikor is több személyiséréses baleset következett be kijelölt gyalogos átkelőhelyek környezetében. Ez a drón egyébként alkalmas arra is, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyek környékét megfigyelje, az ott észleleteket ugye rögzítse, felvegye, és tudjuk szankcionálni azokat, akik nem megfelelően közlekednek a gyalogos átkelőhelyek környezetében. A kedd délelőttől délután négyig tartó akció során a rendőrök összesen 87 esetben intézkedtek. Sebesség túlépésért 17 alkalommal büntettek, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 37-szer bírságoltak, ezeken kívül a piros lámpán való áthaladást és a stop tábla figyelmen kívül hagyását is több mint egy tucatnyi alkalommal szankcionálták. Történelmi béremelés, megújult szakképzés és felsőoktatás. Az oktatáspolitika változásairól a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóján tanácskoztak. A háromnapos eseményt 8 éve rendezték meg először Sonkádon. A találkozón az elmúlt években több mint 4000 pedagógus vett részt. A Vármegye egyik legkeletibb pontján tartottak háromnapos rendezvényt a hazai és a határon túli pedagógusok számára. Sonkád 8 éve adott először otthont a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozójának. A rendezvényt a község polgármestere hívta életre 2017-ben, aki egyúttal a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke is. 8 évvel ezelőtt találkoztam több határon túli szervezet vezetőjével, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, ha nem mindig Budapesten találkoznánk, hanem egyszer eljönnétek ide Sonkádra. Magyar kultúrával, magyar nyelvvel és a magyar pedagógusok életével, ezen keresztül a gyerekek előrehaladásával foglalkozzunk egy kicsit. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint
A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a pedagógusok és az intézményvezetők naprakész információkat kapjanak az oktatás politika jelenéről, terveiről. Eljönnek és elmondják a legújabb elveket, elképzeléseket a helyi pedagógus vezetők, pedagógusok jobban magukénak érzik az oktatás politika elveit, azon túl persze, hogy nagyon örülnek a bérfejlesztésnek, azon túl, hogy érzékelhető a modellváltás eredményes hatása az egyetemeknél, azon túl, hogy a szakképzés hatásait, hiszen szakképző intézmények is vannak, érzékeljük, és találkozhatnak a pedagógusok a Kárpát-medencei pedagógusokkal is. A szakmai tanácskozáson többek között a most induló Pannónia program által kínált lehetőségekről is szóltak. Magyar tudás, a magyar fiatalok tulajdonképpen egy olyan lehetőséghez jutnak az most induló Pannónia program által, amivel a világ bármely egyetemére eljuthatnak. 10 milliárd forintból úgy számoljuk, hogy nagyjából 8000 fiatal diák, oktató, kutató juthat el olyan nemzetközi egyetemekre, olyan külföldi egyetemekre, amelyek akár Európán belül, akár Európán kívül helyezkednek el, és a világ vezető egyetemei, mi több. Havi szinten 350-500 ezer forint ösztöndíjat biztosítunk, mi több, a teljes külföldi tanulmányi időszakot elismerjük a fiataloknak. Hogy miért tesszük ezt? Ez pedig azért, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a magyar tudás, a magyar kreativitás, a magyar gazdaság és a magyar nemzet szuverenitása érdekében fontos az, hogy a fiataljaink külföldi tapasztalatokat szerezzenek, és utána hazajöve itthon azt a nemzet javára fordítsák. A tanácskozáson Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a szakképzés eredményeiről, legfontosabb változásairól számolt be. Ami most történik, azért egy olyan jelentős bérfejlesztés, amit történelminek lehet nevezni. A szakképzésben pedig egy olyan jelentős átalakítás történt ehhez, ami egy minőségi fordulatot is hoz a szakképzésbe, és ezen most már azért 3 éve dolgoznak a pedagógusaink. Ez egy tartalmi, módszertani fejlesztési megújítást jelent, és hogyha már Kárpát-medencéről beszélünk, akkor nagyon lényeges, hogy ezt a jó gyakorlatot, ami most úgy tűnik, hogy ezt most már jó gyakorlatnak lehet nevezni, ezt ki tudjuk terjeszteni a Kárpát-medencére, és egyre több olyan kapcsolat kezd kialakulni, ahol meg tudjuk mutatni, képezünk, megtanítjuk, hogy hogy kell ezt esetleg csinálni, és így, hogy úgy mondjam, részesei tudunk lenni azért egy jóval nagyobb közösségnek mindenképp. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, eredményes volt az oktatásban korábban véghez vitt központosítás, amelynek célja az iskolák közötti esélyegyenlőség megteremtése volt. Tehát az a kormányzati szándék, hogy az iskola fenntartóként az állam megjelenjen az iskolák életében, ez jó irányba halad, és az esélyegyenlőség nőtt. Az iskolák esetében a budapesti elit iskolák, vagy a jó helyzetben lévő iskolák és az ország hátrányosabb helyzeti térségében lévő iskolák közötti olló az csökkent. Ezt meg kell állapítani finanszírozási szempontból és eredményesség szempontjából is. A Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóján az elmúlt években közel 4000 pedagógus vett részt. Sikeres volt a nemzeti konzultáció, erről beszélt Simon Miklós, a Vármegye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője Nyírbogáton. A politikus szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az ellenzék nyomás gyakorlása ellenére a magyarok egyértelmű véleményt fogalmaztak meg, nem szeretnének genderpolitikát, illegális bevándorlást és háborút, és az ukrán gabona behozatal okozta problémákat is mielőbb orvosolni kell. A választókerületünk ország határral is rendelkezik, ugye Vállaj, Penészlek térségében. Másrészt pedig az ukrán gabonának a behozatala az rettentő mértékben sújt bennünket. A génmódosított gabonának a behozatalával a gazdáink elvesztették a piacukat, és bánt bennünket a nyugatról jövő gender propaganda is,
mert hogy szeretnénk, ha az unokáink és a gyerekeink nem hallanának ilyen elrettentő dolgokat, mint amit nap mint nap látunk videón. Hétfőn tették le Nyíregyháza új görögkatolikus bölcsődéjének alapkövét, az építkezés pedig a tervek szerint 2024 végére befejeződik. Ez lesz a vármegye székhely első olyan bölcsődéje, amelynek a nyíregyházi egyházmegye a fenntartója. Az intézmény ráadásul az egyik dinamikusan fejlődő városrészen, Oroson kap helyet, ahol eddig nem volt ilyen szolgáltatás. A 48 férőhelyes bölcsődét közvetlenül a görögkatolikus templom mellé építik, és egy belső udvart is kialakítanak benne. A 2015-ben alapított nyíregyházi egyházmegye teljes szociális és oktatási hálózatot épített ki. Olvasható azon az emlékeztetőn, amelyet egy időkapszulában helyeztek el az utókornak. 17 köznevelési intézmény és 4 bölcsőde működik az egyházmegye fenntartásában, és sorra épülnek az újak is. Jelenleg Rakamazon és Nyíregyháza Oroson folyik építkezés. A két intézményre közel 1,4 milliárd forintot nyert a nyíregyházi egyházmegye. Mindkét épület akadálymentesített, modern intézmény lesz, amely igazodik a lokális természeti adottságokhoz. A nyíregyházi pedig több szempontból is egyedi lesz. A legkülönlegesebb jellemző, hogy közvetlenül a templom mellett van. Ez volt a mi elsődleges célunk, hogy azok a gyermekek és azok a munkatársak, akik itt fognak dolgozni, minél közelebb legyenek a templomhoz, és minél több alkalom nyíljék arra, hogy az imádság és az egyházzal való kapcsolat az ilyen formában is itt megvalósuljon. A másik érdekessége a bölcsödének, ami egy ilyen építészeti újdonság, az, hogy az épületnek a közepében lesz egy ilyen belső udvar, amely úgy szintén a gyermekeknek a fejlődéséhez, az itteni életéhez hozzá fog majd tartozni. Az egyházmegye olyan környezetet alakít ki a kisgyermekek számára, ahol a szülők biztonságban, hitbéli meggyőződésükhöz is igazodó környezetben tudhatják gyermekeiket, amíg ők visszatérnek a munkavilágába. 4 csoportban 12 dolgozó neveli majd a gyerekeket. Ráadásul az orosi városrész folyamatosan fejlődik, sok itt a fiatal család, de eddig nem volt lehetőségük helyben elhelyezni a kicsiket. Az egyházi beruházásokkal nem csak az egyház, a város is erősödik és gazdagodik. Különösen a bölcsödei ellátórendszert tekintve, ahol 48 új férőhely lesz, amire nagy szükség van. Az önkormányzat felújította mind a 9 bölcsödéjét, 2-t adunk át februárban, de figyelembe vettük azt, hogy az egyházak is vállaltak szerepet ebből a szempontból. Nem csak a bölcsőde, az egész oktatási és szociális rendszerben, ami különösen fontos, mert következő évtől elindulnak azok az új munkahelyek, amiket a jelenlegi nagy beruházások hoznak majd városunkba, és hát ez több ezres létszámú lesz következő 5-6 év alatt. Ezért nagyon fontos az, hogy az ellátórendszerünk is ehhez fejlődjön. Az új orosi görögkatolikus bölcsöde alapkövét hétfő délután tették le. Az építkezés a tervek szerint 2024 év végére befejeződik. A Szentlélek kegyelmese, szentelt vízzel való meghintés által az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A biztonság növelése érdekében a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinek feladatai is bővülnek. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Orosz Antal, a Vitéz II. Vattai Antal területvédelmi ezred decemberben kinevezett új parancsnoka. Az alezredes kiemelte, a tartalékosok képzésén túl a jövőben a toborzásra és a hadkiegészítésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyíregyházi központú ezred zászló aljainál. A zászló átadás pillanatai. December 2. hetében történt meg az ünnepélyes átadás átvétel Nyíregyházán a Damjanich laktanyában.
A Magyar Honvédség Vitéz második Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoki feladatait Orosz Antal vette át Vantal Zsolttól. A mátészalkai születésű, több évtizede a honvédség szolgálatában álló katona 35 perc című műsorunkban elmondta, megtiszteltetés számára a kinevezés. Az új parancsnok emellett beszélt a közeljövő kihívásairól és feladatairól is. Mint mondta, a biztonsági helyzet állandó változására a honvédségnek is reagálnia kell. A Magyar Honvédség, hogyha meg akarja őrizni a potenciáját, akkor ezekre a változásokra, kihívásokra, ezre dinamikusan, sőt valami előrelátóan kell reagáljon. Ugye ez generálja azt, hogy a Magyar Honvédség is egy állandó szervezeti átalakításban van, és ugye a fő irány az új magas színvonalú technikai eszközöknek a beépítése a Magyar Honvédségbe, és az állománynak a növelése, mert ugye azt hozza az új háborús helyzeteknek az elemzése, hogy azért a humán erőforrásra azért még mindig szükség van. Tehát vannak egyes elméletek, hogy majd a mesterséges intelligencia át fogja venni a feladatoknak az egy részét, meg ugye már vannak pilóta nélkül irányítható drónok, olyan robotok, de ahhoz mindig kell egy operátor. Az állomány létszámának növelése és a biztonság felerősítése pedig nem működhet erős alapokon nyugvó tartalékos bázis nélkül. Ezt szolgálja az a változás is, hogy az Orosz Antal parancsnoksága alá tartozó Vitéz II. Vattai Antal területvédelmi ezred a korábbi 9 vármegye helyett már csak 3 vármegye tartalékos képzéseit koordinálja, a feladatok köre azonban bővült. Egy békétől eltérő helyzetben nagyon sok tartalékosra van szükség. Igazából, ha a két világégés tapasztalatait megnézzük, akkor mindig a aktív állomány kezdte meg a háborút, de ők nagyon hamar ott maradtak sajnos a harcmezőn, és egy nagyon nagy számú tartalékos állomány volt az, akit hadszintérben be kellett vetni, és ugye ezt észleli a politika és katonai vezetés is nálunk is, és növelni kell a tartalékos állománynak a létszámát. Ugye 2023 évben történt meg az, hogy a korábbi 2 tartalékos ezred, ugye akkor is megvoltak megyénként, vármegyénként a tartalékos zászlajak, de az adminisztráció, a behívás, a katonáknak az adminisztrációs feladatai sokkal hatékonyabban elvégezhetőek akkor, hogyha régiónként, 3 megyénként egy-egy területvédelmi ezred került felállításra, és nyilván így megteremtődtek azok a feltételek is, hogy sokkal jobban fel fogjuk tudni tölteni majd a zászlajainkat. A szervezeti átalakítások pedig az idei évben is folytatódnak, tette hozzá Orosz Antal. Mint mondta, bővül a területvédelmi ezredek feladata, jóval nagyobb szerepük lesz például a toborzásban és a hadkiegészítésben. A Magyar Honvédségnél egyébként egy ideje nagyszabású toborzó kampány vette kezdetét. Az Embert a Vasra program keretében emelt bérezéssel várják szerződéses állományban jelentkezőket, emellett pedig azokra a civilekre is számítanak, akik munka mellett végeznek önkéntes tartalékos szolgálatot. Hazai környezetben fűves és műfűves pályán, valamint tornateremben készül a mátészalkai futballcsapat, amely Nyírbátorba is ellátogat egy-egy tréning erejéig. A tervezett 6-ból eddig 2 edzőmeccset játszott le Kis Tamás együttese. Az MB3-as Kisvárda 2-től 5-1-re kikapott, a román harmadosztályú Nagykároly ellen pedig 2-2-es döntetlent ért el az MMTK. A szalkaiak nagy ecseden kezdik majd a tavaszi szezont. Villanyfényben, füves pályán edzenek a szalkai futballisták. Az időjárási körülmények ellenére sem panaszkodhatnak a csapat játékosai, mivel a hagyományos talajú pálya mellett műfüves pályákon és tornateremben is tudnak készülni. Mi január 10-én kezdtük a felkészülést. Úgy gondolom, hogy az időjárási viszontagságok ellenére és itt a téli felkészülés ellen jó körülmények között tudunk dolgozni, hiszen van 2 kis műfőnk Mátészalkán, ahol tudjuk a felkészülést végezni, illetve van egy tornatermünk, egy kézilabda méretű, és heti egyszer, illetve van mikor 2-szer Nyírbátorban nagy műfőre tudunk menni, és ott tudjuk végezni a felkészülésünket.
A csapat jól szerepelt az őszi szezonban, így a vezetők nem terveztek jelentős változást a játékos keretben. Kettő távozónk volt a Jócsák Dávid személyében, ő áthelyezte magát osztrák hatodosztályba. Nyilván neki ott a munkahely miatt is ez nagyon jól sült, illetve a Szőlősi Patrik, aki munkahelyi elfoglaltság miatt úgy néz ki, hogy abba is hagyja a futballt. Érkezők oldalán pedig egy biztosra tudok mondani, a Kovács Ádámot, akit Sényőről igazoltunk. Még szeretnénk egy játékost igazolni, vannak kiszemeltjeink, meglátjuk majd a jövőben ez hogyan alakul. A Máté Szalka 6 edzőmeccset tervezett a felkészülési időszakra, ebből eddig 2 játszott le a csapat. A Kisvárda 2-vel, ugye, aki az NB3-ban a második helyezett, ez nagyon, nagyon jó első mérkőzésünk volt, látszott, hogy azért van különbség a két osztály közt, ugye 5-1-es vereséget szenvedtünk, de nagyon sokat tanultunk a mérkőzésből, illetve lejátszottunk egy romániai NB3-as csapat ellen, a Nagy Károly ellen, az volt a második felkészülési mérkőzésünk, ahol nagyon sokat léptünk előre, egy 2-2-es döntő. Tetlent játszottunk, ezek azért nagyon-nagyon pozitív jeleket láttam a csapatjátékában, illetve játszunk majd még a Sényű csapatával, illetve 3 Hajdú-Bihar megyei megyes osztályú csapattal a Hajdúböszörménnyel játszunk hétvégén, jövő hét szerdán játszunk a Nyíradonnyal, és utána való hétvégén a Hajdú-Szoboszlóval. A tabella második helyén álló MMTK február 24-én idegenben a Nagyecsed ellen kezdi a tavaszi szezont. Mint Kis Tamás elmondta, minimális céljuk a dobogós hely megőrzése, de bízik abban, hogy akár a táblázat élére is odaérhet csapata a bajnokság végére. Január 31-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön túlnyomóan erősen felhős vagy borult lesz felettünk az égbolt, csak a nap első felében számíthatunk hosszabb idejű napsütésre. Délutántól egy hideg frontnak köszönhetően több helyen előfordulhatnak záporok, az észak-keleti határszélen vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat. Napközben a hőmérséklet 3 és 7 fok között valószínű.